Sziasztok, itt a Múl és az Agrarians Kász végjátszás, talán 20, nem tudom, 7. része vagy 28, már nem is tudom, hol tartok egész pontosan. Az elmúlt két epizódot próbáltam közteket megcsinálgatni. Folytassuk ezt a vonalat is, valamint a nederes közt ugyebár nem lett befejezve, mert azt hittem, hogy megcsinálom a kaput, átmegyek, és kész, ennyi a közt. Nem, egy adott pontban kell leadni a netherben a questet, én ezt nem tudtam, most már tudom, úgyhogy még egy jutunk lesz a netherben, jó lesz, mert azt már tudom, hogy nem csak nálam, hanem nagyon sok mindenki másnál is bukosan működik a dolog, magyarul nem az én portálomba fog visszadobni, hanem egy másikba, ami ott van valahol nagyon távol, elkezdtem oda építeni egy utat, de hát félútig jutottam, még Builders Fund-dal is eluntam az életemet, úgyhogy itt meg egyébként ez a rész az élet alapból kialakítva, hogy ezt majd szépen füvesítem, és itt is lesz egy második nagy terület, amit egyrészt csak fákkal szeretnénk beültetni, mert itt spawnolhassanak itt is állatok, mert azon a kis területen igen kicsi ritkasággal tűnnek fel, például tehenek, az elején volt jó sok, most pedig eltűntek, nem tudom mi lett velük, lehet, hogy nem bírják a nether kapu közelségét, vagy csak herótjuk van tőlem, és nem bírják a pofámat, nem tudom, de valamiért nem jönnek ide. Ez a lényeg. Mert meg majd azt is ki akarom próbálni, hogy hogy tud ez a mi rendszer folyadékot tárolni, bár szerintem tök egyszerűen ugyebár van folyadéktárolós storage-ünk az egyik. Ez, és akkor ez 64k storage-ot, 65000 byte-nyit, 5féle folyadékot el tud tárolni. Úgyhogy ha egy import puszt rákötök ide valahova, ide csinálok egy tankot, amiből vele folyik a termelt láva, rákötök egy import buszt, azt pedig az emi rendszerbe bekötöm, akkor megjelenik ott, és tudom belőle tápolni a lávát használó dolgokat. Én ezt elméletben így gondolom, valószínűleg így is van. Oké, de viszont ha már questelünk, akkor adjunk le olyan questet például, hogy ezt a Deep Tank Controllert, itt elég sok téglát kiöntöttem már, szerintem azóta megint termet itt, illetve megint elolvadt. Igen, elolvadt, hál' Istennek pár koble. Csak itt mindig, igen, a téglákat viszont kiraktam, a többit, de van itt már 55 Scorched Brick, tehát ezt lehet, hogy előző részben már mutattam. A lényeg az, hogy megolvasztott cobblestone kell, azokat pedig rá kell csorgatni rendes agyagból kiégetett téglákra. Agyagunk ez van bőven, termelődik, hál' Istennek, már annyi, hogy lassan le is kellene állítani, mert ez a 148 clay block, ez azért elég sok sima clayt ad, hát így sajnos normál craftolással nem adjak, én nem szét kell ütni. Egy kényelmetlen a része az agyag termelésnek, de hát ezzel más nem nagyon tudunk csinálni. Úristen, van itt már minden 1000, na ezt nem gondoltam volna a Nether Quartzból, ezt a legtöbb, 1916, Certus Quartz, mindenféle változatban, cobblestone csak amit beledobáltam, itt 1124 darab, bombmillünk is van egy csomó, 959 arany, 861 réz, apatitból is van 662, van tiningotunk, lapis lazulink, refunk, 468 coal, leadingot, gunpowder, glowstone, iron ingot, blaze powder, van itt minden. A platinumokat nem nagyon égettem ki, ez csak gyűlik meg gyűlik, kaktusz magból is van annyi, hogy komplet sivatagot tudnék csinálni, kakaóbab, van itt kaktuszgyümölcs, obszidiánunk is van, 160-ra állítottam az egyik itt, igen, csak már lekapcsoltam. Most szerintem jelen pillanatban semmit nem csinál, égetett kőre állítottam át, hogy ne használja a lábát, mert a kombat láva mennyiséget elhasználta. Viszont van így nekünk egy kis mennyiségű égetett kövünk, azt vigyük be az emi rendszerbe, hogy legyen az sose árt. Itt kezdni se rosszabban, így végül is nem használ semmit. Rakjuk oda. Na, hogy állnak ezek a kis kütyük itt? 86% mindig az enderli, és ez még mindig nulla. Hát tudjátok a választ, hogy ez miért nem akar ez egybeülni. Mert összes többi pedig nagyon. Már ez is itt eléggé megállt 14%-on. Szóval valaki tudja, akkor írja már meg nekem. Jó, ezeket az égetett követ a rendszerben. Egy-két kapcsoláshoz kell, nem ilyen mennyiség persze, de hagyj legyen 559 darabot bele is raktunk az emibe. Oké, tehát ezt a kütyüt akartam lecraftolni, a kontrollerét a
tanknak, a deep tanknak, ez a deep tank controller, jó. Ezt megcsináltuk, és akkor le tudjuk adni a questet. Ez ennyi volt a task része. Tehát nem kell neki megépíteni a komplet deep tankot, mindegy, semmi gond. Kaptunk viszont egy újat, ezt még logged. Jó lenne, ha megadná ezt a jajbárt. Addig nem fogok elmenni valószínűleg a jetpack-hel. De ez a Steam-es dolog érdekel, Steam Room. Absolute source of power can be through dynamos, steam turbines, big reactor turbines. Steam can be produced by pumping water into high oven. Igen, tehát a high oven-t nem csak acélgyártásra lehet használni, hanem gőzgyártásra is, méghozzá faszén kell hozzá, illetve vizet kell belepumpálni, és azt felmelegíti, és csinál belőle nekünk gőzt. A drének segítségével a gőzt tudjuk mozgatni a deep tankba, amit ugye még nem csináltunk meg, ott tudja tárolni, és belevezetni olyan eszközbe, ami ebből energiát csinál, hát ilyen például a big reaktoros turbinák, vagy a egyéb, nem is tudom melyik, a dinamók is tudnak ilyet csinálni, tehát ő magának is előállítja gőzt a steam dinamók, vagy van ez a steam turbines, ez nem is tudom melyik modban van, mind factory reloaded, de talán nem vagyok benne biztos, mind factory reloaded, igen, MFR, az a steam turbine. Tehát akkor már a big reaktoros a legjobb megoldás, pláne hogy turbing lesz ad, például megcsinálom a questet, ahhoz kell egy steam turbine, az viszont my factory reloaded-es, meg kell egy turbine housing. Ez nem egyébként szerintem nem egy nehéz, nézzük meg a steam turbine-nak a receptjét. Steam turbine. Meg én nem néztem, mikor kezdtem el a... Na mindegy. Steam turbine... Kell hozzá egy steam dynamo, az van is nekünk valahol. Két piston, egy machine frame, két szilvet, ez teljesen egyszerű. Azt a steam dynamo-t megkeressük, akkor azt már nem kell lecraftolni. Úgy sem használnám már. Steam dynamo, hol vagy? Valahol itt, valamelyik láda mélyén van egy steam dynamo. Itt van. Mondtam én, hogy van. Remélem ezt nem veszi használtnak. És akkor minden oké. Okay. Ó, van egy revárd bagunk. Azt nézzük csak meg, hogy mit csinál a revárd bagó, még 8 a föld helyes. Na. Ó, 64 resztonna, végre valami hasznos ember, hát ebből vagyok a legnagyobb hiányba folyamatosan a resztonból. Köszönöm szépen. Agrarian Skies készítők, végre egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Aztán negyed szívet rakjunk, mert csak a helyet foglalni, és most nem fogom összekraftolni, ne aggódjatok. Csak haladjunk, a steam turbine-t akarjuk megcsinálni, steam turbine. Mi nincsen hozzá, vajon machine framing szerintem van, nézzük meg. Hát Reston Transmission, ami nem kizárt, az is van, de az pont nincs. Minden más viszont van. Gondoltátok volna. Csak egy, nem az kell nekem, ez kell nekem. Csináljunk egy ilyet, kraftoljuk le. Ilyen ezüstből meg alumíniumból előbb-utóbb el fogunk fogyni, mert azt nem nagyon gyártok. Nem állítottam rá Tinkers-es olvasztókat, de hát, ami később nem múlik, majd még beállítok, vagy hármat is, akkor ezek is lehetjük kivel. Azért nem véletlenül van ilyen sok arany, koppár, tin és vas, mert ezekből van kohó készítve, vagy olvasztó, mindegy. Oké, okay, steam turbine megvan, és akkor ez a turbine housing kellene nekünk. Valószínűleg ilyen óriumos cucc, turbine housing, nem, cianitos. Kérdés, hogy van-e a rendszerben. Grafit bár meg ilyenünk talán van, de abban sem vagyok teljesen biztos, de hát ezt kiderül, megnézzük. Van, oké. Okay. Tehát csak akkor cyanit kell. Viszont a cyanitot csak úgy simán kégethetem, vagy, ahhoz kell valami cucc még pluszba. Három darabunk van cyanit inga, ez eleve ingatként kapjuk. Jó, szuper. Nagyon jó. Ennyit használtunk el eddig, amit beleraktunk abból. Egy adagot már hígettem ki megint, hogy legyen utánpótlás. Itt van még 64 stack, jó. Erre most nincs szükségünk, de rakjuk be az EMI rendszerbe. Ezt is rakjuk be, mert most fel tudjuk használni a turbine housing-ra. Ez a gáz, igen, hogy a turbine-es dolgot megépítsük, az kellene használni elég rendesen elfelelő jelóriumot. De hát ez a reaktor elég szépen nyomatja.
hagyja magát, mondjuk ebből sok kell lesz. Majd, úgyhogy csináljuk meg nyugodtan, ami van. De mi sem szerintem minden esetre adjuk le ezt a questet is. Na, most végre úgy kezdtük, hogy tudunk questeket leadni, és természetesen, hogy a Turmine Glass-t válasszuk, mert akkor azt már nem kell lecraftolni majd, ha odáig jutunk, hogy ezt megcsináljuk. Nagyon jó, viszont nem adott újat. Miért nem adott újat? Mit nem csináltunk meg? Hát itt igazából mindent megcsináljuk. Completed, 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 completed. Unlocks two quests as well. És mit? Melyik kettőt adja? Vagy lehet, hogy összefüggenek ezek, tehát más questekből is még meg kell csinálnom, hogy ezeket adja? Nem kizárt. Ez az lehet, igazából azt írja, hogy unlocks two quest, requires quest, completed, ez is megvan. Nem értem, hogy mitől logged. Na, majd ezt megnézem, hogy ez hogy működik. Ez a steel powered-es dolog egyelőre, akkor nem. Nulla AV-ből. Jó. Viszont ez az a... Ezt viszont nem tudom igazából, hogy kell elkezdeni ezt a varázslós dolgot. Van egy towncraftos wand valahol, vagy lehet, hogy ezt tudom craftolni. És egy bookshelf-re ráklikkelek. Rájuklikkelek, és akkor megkapom ezt a Tomonomicont. Amivel el tudom kezdeni Towncraftos cuccokat. Rune of Sacrifice, Rune of Sacrifice. Ez viszont Blood Magic-es dolognak tűnik. Sacrifice a Lord. Na mindegy. Ez a Towncraftos. Azt tudom akkor, hogy kell csinálni. De hogy kell a Towncraftos kütyüt hozzá, az már egy másik kérdés. Towncraft. Towncraft. És van valami, Towncraftos wand, Silverwood wand, Tomium busted. De valamilyen csak wand kell, nekem nem kell, hogy valami nagyon durva legyen. Hát végül is ennyi Towncraftos tucat hozott fel, de nekem az lenne a lényeg, hogy ezt az alap wandet, wandot, azt Iron Cap-et. Aha, Iron Cap kell hozzá. És az Iron Cap-et hogy kapom? Iron Nugget-ekből. És akkor ezt a Towncraftos tudsz, igen. Iron Cap-et, Wood, then Wand. Hát ez kivitelezhető, ez az Iron Cap-et, Wood, then. Oké, csináljunk egy ilyet. Szerintem ennyi elég is lesz hozzá. És akkor az Iron Cap-ed, ezt megcsináljuk, ezt a két Cap-edes kütyüt. Így nem elég, még egy kell. Jó. Akkor még egy cuphead-et megcsinálunk. Zsoké. És akkor meg lehet csinálni most már ezt a kütyüt. Na, megvan. Van egy Iron Cuphead Wooden vendünk. És akkor kellene hozzá egy bookshelf. Bookshelf. Itt van, csinálni kell egy ilyen bookshelfet. Ez kellene nekünk három könyv. Papírt kellene csinálni, igazából az a hátránya. Már bőrt nem használnám, mert nagyon nem is láttam tehenet a játékban, tehát hármat összesen. Úgyhogy papír, még úgy mindig, mikor arra járok, akkor hozok magammal egy kis nádat. Nem tudom, hogy három kitelik belőle, de mindjárt kiterül. Három könyv. Na, egy, aha, kell hozzá ilyen fasztikes, tinkerszens, blank kütyű. Jó, egy, kettő, három, négy, öt, hát csináljunk meg hatot. Ki tudja még, máskor is kellhet könyv, most kettőt kell még nekünk lecraftolni, annyi legyen, egy, kettő, szuper. És akkor ez a bookshelf, ez elméletileg lecraftolható, szuper. Jó, és akkor ha rájuk klikkelünk majd, akkor megvan a Tomonomiconunk. Most ennek van jelentőség, hogy hol van, vagy ez a könyv utána felvehető lesz-e, vagy mi lesz vele, nem tudom. Hát minden esetre, ha a hely kell neki, mert az ott marad valami oltárként, akkor már valami olyan helyen legyen, ahol tudunk vele mit kezdeni. Jó, és akkor rájuk klikkelünk. Sikerült a quest, megvan a Tomonomicon.
Touch, Plants and Trees, Spores. Szuper! Srácok, a quest szerintem itt teljesítve. Talmanom Mikon. Ja nem, még kell hozzám valami Blood orbos kütyű. Az hogy van ez a Blood Sacrifice Orb, vagy mi ez? Sacrifice Orb, ez. Sacrifice of Orb volt, ezt tök egyszerű megcsinálni, jól van. Valami jelzik hozzá, amit tök egyszerűen gondoltam. Nincs elég üvegünk. Ez most komoly, megint elfogyott az üvegünk. Ne szórakozzatok velem. Esküzöm, stackekre fogom nyomatni. Na. A steam turbine dobjuk. Az üveget is dobjuk. Hoho, turbine glass-t is dobjuk csak bele. És megint van egy revárt bagunk is majd. Turbine housing-ot is dobjuk bele. És akkor elméletileg van most már üvegünk. Van most már üvegünk. Hát ez tök egyszerű volt ezt a sacrifice orbot is lekraftolni, hál' Istennek. Fogalm nincs mire való. De megkeverjük össze ezt a Mikont a questes könyvünkkel. Claim Revive, Rune of Self-Sacrifice, Rune of Sacrifice. Fú, hogy melyik mit csinál, ahhoz tudni kéne, hogy melyiket válasszam. Ez az önfeláldozás, de hát gondolom ez a Blood Magiának az alapja. Rune of Sacrifice, hát Rune of Self-Sacrifice. Vagy a Sacrifice Note meg más tudok, jó? Inkább áldozunk állatokat, meg egyebeket, na. Jól van. Ez meg van csinálva. A Bloody Bower, meg a Sky Shards. Na, ilyen sárdos kütyük. Ho-ho-ho-ho, de ilyenünk van. Szerintem minden sárdot megkaptunk ajándékba valamiből. Hol vannak ezek a sárdok? Ez is leadható. Tiszta quest leadós. Végre quest leadó. De annyit tudsz van nálunk, hogy ezeket ki kéne pakolni. Ezt a fél szívet összerakni ezzel. Két revárt bagunk is van ráadásul. Lesz egy plusz szívünk, és az sose árt. Pláne, hogy megint vissza akarunk majd menni a netherbe. Full heart. Jó, extra életet ad csak simán. Nem semmi trükközés. Jól van. Rakjuk ki csak ezt a varázslót. Miért van megint el? Szeméttel ide hordom a szemetet, holott ide rakom a saját cuccaimat is. Most miért szemetelek oda, ahol nem akarok? Pulverize a tinor. Mit tudok be ezeket a kütyüket, a Skyberry, meg a Blueberry, meg egyebeket, ezeket be kéne pakolni. Úgyis tele van vele szerintem a rendszer. Jó. Oké, tehát ide pakoljuk már ezeket a varázslós cuccokat. És majd be kéne rakni, ha inkább a rendszerbe legyen, mert itt olyan dolgok legyenek, amit ilyen szerszámok meg vanázslós tudszok. Sacrifice Orb, Stormon Minicon, ez a Wooden Wand. Oké. Okay. És kaptunk Iron Cap-ed, Wooden Wand-et is. Aztok ugyanaz a kettő, nem tudom mi a különbség. Igen, ezt a Sacrifice-os kütyűt is rakjuk oda. Deep Tank Controller-se kell egyenlőre, mert még nagyon sok mindent le kell hozzá craftolnunk. Ezek a saplingok is csak helyet foglalják. Jó. Ami kell nekem jelen pillanatban, azt is pakoljuk már, mert zavar. Egy darab krumpli. Most komolyan. Na. Nickel ore egyebek. Ez is csak itt a helyet foglalja nekünk. Ezt a VM gombát is rakjuk hát, meg a tin ore-t is. Pulverize, Silver. Na jó, nem akarlak benneteket itt nagyon untatni. Pakolászós dolgokkal. Meg a questre várdot is meg akarjuk nézni, ugye? Jó lenne. De végül is nem tudom miért kell pakolászni. Pomegranate sapling. Talán amúgy is alapból csinált. Blackberry seed, köszi szépen, nem az is van. 66 millió darab. Na. Dugjuk bele a rendszerbe, akár csak a saplingot egyenlőre. Még mindig férünk szerény véleményünk szerint az egyik vinyóból. Még bőven ott, bőven van hely, jól van. Igazából mindenhol van még sok hely. Jó,
De jó egyébként, hogy berendezted, oda kattintottam valamire, de kurvára nem akartam. Egy helyen akartam tudni a varázslószit szemét, na mindegy. Ebben én semmi rendszert nem látok, amit itt berendszerezett. Igen, a questbookot akartok megnézni. Jaj, ezeket az első, ezeket a sárdokat akartam kiszedni, hogy megmutassam neki, hogy nekem van ilyen, figyeled, nekem van ilyenem, meg ilyenem, meg ilyenem, meg ilyenem, meg ilyenem, meg ilyenem is, de azért van, mert ezt kaptam, tudod? Egyébként valószínűleg másnak is onnan van, mert honnan a bánatból lenne. Claim reward, reward bank, earth info stone, fire info stone, meg egy full heart. Hát szívből van annyi, mint igen a csillag, hát hogy valami jó kis használható ajándékot. Consume task, tehát egyet-egyet elbuktunk belőle, gondolom nem mindet remélhetőleg. Jó. Egy itt voltak. Ezek a... Ezek vagy itt, mindegy. Jó van ez. Rendezd be, haver. Na. Kaptunk egy Earth Info Stone-t is, annak ellenére én azt nem választottam, na mindegy. Van egy full heartunk megint. Gyűjtsük, gyűjtsük, gyűjtsük. Hova? Kaptunk ilyen Fire Infused-et is, de mondom ezt. Érdekes, végül meg kaptunk mindenre várat, akkor amit nem választottam azt is. Na ez Greater. Hárma Diamond Hammer. Köszi szépen. Megy ideje nem használok Hammer, de... Na, jó van az, amúgy is van. Diamond Hammer, nem baj. Na most már három. Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Mi megmenjünk lassan a Netherbe, hogy azt a questet is leadjuk, mert az most nagyon jó kis quest leadós epizód, ami nem tudom, hogy hány perce megy, de haladunk, ez a lényeg. Na, ez itt a Tom craftos vonal, ez meg a Blood Magic-es vonal, ami azért lenne jó, mert tudunk csinálni potion-eket egyrészt, másrészt meg tudjuk csinálni azt a questet, amivel csirkéket, meg mit tudom én, miket tudunk spawnoltatni. Na, úgyhogy ezt a Blood Magic-es dolgokat is csináljuk meg. Blood Altar. Na, ezt hogy kell csinálni? Start a Blood Magic you will need to use the Sacrifice Orb to siphon Tana Hearts, Words of Life Essence in the Blood Altar. Tízet kell feláldoznunk a szívünkből. Köszi, mert összesen annyi van, tehát gondolom, akkor nem egyszerre kell, mert akkor meghalunk. Vagy itt az a lényeg, hogy feláldoz egy teljes, komplet életet? Az jó. Throw a diamond in the center of the crypt, a weak blue orb. A közepébe dobok egy gyémántot. Igen, és akkor egy weak blue orb jön létre. Orb stores life essence for powering spells and rituals. Igen, élet eszenciát raktároz, amelyik varázslatokat és rituálékat lát el energiával. Légy óvatos, until you have a moth farm and sacrifice runes in place, you will need to use magic springly. Tehát moth farmban keletkező dolgokat ott is begyűjti. Magic springly or you may die. Be careful until you have a moth farm. Legyél óvatos, miután van egy moth farmod, sacrifice a feláldozó rúnák helyezd be, szükséged van, behelyezéséhez szükséged van, mágikus, mi ez a sparingly, nem tudom, valami, vagy meghalsz. But the answer is a way too. Okay. Task for the players to craft a specify items. Okay, kell nekünk egy blood altar. Nézzünk, milyen oltárt lehet itt csinálni. Ez a Blood Altar. Égetett kő kell hozzá, meg kemence. Kemencénk szerintem nincs rendszerben, de az a legkevesebb, mert akkor lesz. Ennyi. Miért kell egy kemence? Na, miért nem dobódott bele? Na, mindegy. Okay, minden más szerintem lesz, meg van a Blood Altar. Na, ennek viszont, hogy van-e jelentőség, hogy hova teszem, nem tudom, mondom, jó lenne megnézni egy videót. Detection task. Ez viszont kell, ez a weak blue orb. Ezt pedig úgy tudom, hogy a közepébe ledobok egy gyémántot, azt hiszem, azt írta, ugye? Igen, throw the diamond.
Ezt le kell tennünk valahova, legyen nálunk egy gyémánt is. Csak egy gyémánt, amit bele tudunk dobni. Oké, ezt is le kéne valahova rakni. Viszont nem tudom, hogy akkor van értelme majd a moffarphoz rakni. Vagy nem jó, men oda rakjuk. Sziasztok, haversrácok! Jó cuccotok van, meg minden. Jó, hogy az F7 végén volt kapcsolva, de most nem lassítottam érdekes módon. Mikor milyenje van. Érdekes, megint csak 15-es szintű vagyok. Ja, persze, amikor szórakoztam, meghaltam egyszer. Ezeket most akkor ne öljük le, viszont itt hangzavar vannak. Mit akarom? Nem tudom, hogy van-e jelentőség egyébként, hogy hova rakom le, de menjünk le, ott is még jókor a területek. Ez lesz itt a big reaktoros rész, úgy terveztem, úgyhogy akkor rakjuk mondjuk ide. Nem tudom, hogy van-e jelentőség, hogy mitől milyen távolságra van, stb. Legyen így, és akkor Q-val beledobunk a közepébe egy... Q-val kell egyébként vajon? Hát nem. Akkor csak így ráklikkelünk. Nézzük meg, hogy van ez pontosan. Use the sacrifice orb to siphon 10 hertz. Horse of life essence in the blue altar. Throw a diamond in the center of the crate of weak blue orb. Akkor kell még egy ilyen blue orb. De ahhoz kellene először a sacrifice orb. Aha, gondolom azt rá kell helyezni ide. Ezt a sacrifice orbot, amit le kellett craftolnunk, csak elraktam. Na, ez jó kis mozgalmas, questelős rész. Jenny, hol van ez a sacrifice orb? Jó, akkor ezt rá kell rakni. Rakhatod volna a burkám közelebb is azt a kütyöt, na mindegy. Jó, rárakom, és most dobom rá a gyémántot. Akkor ezt tényleg dobni kell. Most komolyan bele kell találnom a közepébe, vagy mi van? Hát ezt igazából nem tudom. Na? Ez visszajön hozzám. Jó, haver, nem tudom, mit kell csinálni. Most a kézzel vissza tudom venni, jó. Ez így elvett egy életet. Ja, hogy először el kell, hogy vegyen 10 életet, aha, értem. Nem muszáj, akkor meghalnom, csak összesen 10 életet elvesz. Kezdem érteni, azzal töltöm fel, és csak utána tudom megcsinálni a másikat. Sacrifice alone to siphon 10 hertz. Aha. In the blue altar. És az a fel kell tölteni ezt az altárt? Jó, hát csináljuk. Így van, már 6. Akkor vissza. Esszük magunkat. Kérdés mutatja nekünk, hogy mennyit tárol. Hát nem nagyon. Én 6-ig számoltam. Nem tudom igazából. Na, azt mondja, hogy akkor ha 6 volt, akkor 7, 8, 9, 10. Jó. Ó, és ott most piros a közepe. Komolyan most kell beledobnunk ezt a kütyüt? Na, valami történik. Adjunk neki még egy életet. Hát nem tudom. Ez még mindig nem teljesen világos, mit kell csinálni.
ezért lett volna jó néha megnézni egy-egy videót. Sacrifice the Orb, igen. Siphon 10 Hearts, Verse of Life Essence in the Blood Altar. Oké, okay. Gondolom akkor ez már... De jó, hogy itt maradt egy ilyen Diamond Hammer, na mindegy. Ezt akkor most rá kell rakni? És utána ezt oda dobni? Ezt még mindig nem értem, ezt a részét. Most visszajön nekünk egyébként. És ha így rakom csak, így meg csak pöty. Ez, ennek idő kell? Hogy feláldozódjon? Vagy hogy van ez? Nem tudom, hát hagyjunk neki egy kis időt hátra. Na, most már máshogy van. Most már füstöl. Akkor lehet, hogy szépen átváltoztatja tényleg arra a másik orbra. De jó kérdés, hogy mennyi idő után. De szerintem úgy csináltuk, ahogy kell. Life Essence Blue Delta, Soul Diamond in the Center of the Create a Weak Blue Orb. Orb Store Life Essence, Program Spells and Rituals. Tehát ez a Sacrifice Orb, ami most van nekem, ez nem tárolja. Viszont ez a másik, az igen. De most már meg viszont nem hozza létre, amit én akarok. Most már nem látok semmi elváltozást. Jó, hát ez innentől kezdve csak időhúzás szerintem. Most ott is hagyom, most maximum mit vesztek, egy gyémántot. Most már nem ad ki semmit. Kevés volt neki az élet? Nézzétek. Lehet, hogy elhasználódott belőle. Ezt utána kellett volna csinálnom, hogy oda teszem a gyémántot. Tehát most vegyük úgy, hogy volt 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Na. És már megvolt a 10, fiúk. Nem állítom le, mert akkor lehet, hát pont nem azt látjátok, amit kéne. Most... 10 kütyű, az ott párolog. Most tudnék csinálni különböző rituálékat, gondolom. Ha egy tollat például árakok, akkor lenne belőle az a spawnolós egia. Na jó, hát varázslatos módon amúgy sem vagyok otthon. Tehát általában kiszoktam, hogy most is a quest kedvéért szórakozgatok itt. De nagyon úgy tűnik, hogy ott elpárolog, amit feláldozok, de a gyémántal nem csinál semmit. Még azért várjuk meg, míg ez a füst eltűnik, hogy hát most átalakul valamilyen orbá, amit nekünk kellene tudnunk. Bold Magic Alchemical Wizard Rai. Legalább mutatna valamit, hogy hány százalékon áll, vagy valami. De most tény is való, hogy most miután ráraktuk a gyémántot, utána áldoztunk fel 10 életerőpontot. A füstölés az megy ezerrel. De nem akar átalakulni. Srácok. Unalmas. Ti nem mondjátok már ezt az Agrarian Sky sorozatot? Én nem azt mondom, hogy mindent megcsináltam, mert piszkosulnám. Tehát még vannak még nagyon durva köztek. De hát ez már tényleg az nem alakul át. Jó, akkor ezt nem így kell valószínűleg csinálni, majd utána nézek, és azt leválasztjuk itt magunkat. Ezt majd legközelebb. A nederes questet is le akarom adni, hogy legalább valami izgalmas legyen a végén. Az nem lesz egyszerű. Szerintem, mert nekem nincs semmilyen tűzállóság, meg láthatatlanság, meg nem is tudom, mi segítheti még ezt a nederes utazgatást. Rakjuk el ezt az orbot. Úristen, ez a hammer minek ennyi. Rakjuk ide ezt a diamondot is. Questbook az kell nekünk. Potion-eket vigyük magunkkal, ha valamit esetleg ki akarunk szedni. De én olyan indokkal megyek át egyébként, hogy kialakítsak valami kis bástyát ott. És jó lenne viszont, hogyha
Aha, van nálam Harden egy jetpack. Basszus, nincs nálam semmi armor. Csináljunk csak steelből. Steel, steel, steel. Hol van a steeljeink? Még mennyi van? Volt jó sok steelünk. Hát 90, annyira nem sok, majd csinálni kell lesz. Azt mondja, legalább egy alap dolgot csináljunk meg. Gatyót tudunk, ugye? Cipőt tudunk még. Mert a jetpacköt azt hagyjuk egyelőre magunkon. Jó. Hát na. Ez a hátrány, hogy van jetpackünk, viszont jobban el tudunk menekülni. Például azok a hülye kis tűzhalszerű, majd nem is tudom minek hívja azokat a kütyüköt, amik neked támadnak. Igen, de ezt jó, hogy learadtam és visszamehetek, hogy akarom, hogy kárba menjen. Esetlegesen. Jó, hát ez a répka se kell, hogy nálunk legyen. Vödör is minek van? Na mindegy. Nem nagy kár érte, három vas tud. Menjünk a netherbe. Itt nem, ezek megálltak, ezt nem növekednek. Most mi van itt egyébként? Mi van itt? Eddig nőttek a fák. Most ez a zavarja, hogy itt van mellette. Tehát függetlenül is nőttek a fák. Itt valami nem stimmel megint. Na mindegy. Ilyen a haza, menjünk a netherbe. Aztán úgyis rossz helyre fog visszadobni. Viszont oda viszont akkor lehet, hogy a... Na mindegy. Mindegy. Fel van töltve 78%-on a jetpackünk. Azt hiszem valami... Na, srácok, igen. Az a lényeg, hogy most tudok éppen felfele is... És akkor egy kis tetőre csinálni valami kis pástyaszerűt, hogy... Ó, milyen érdekes anyag van ott. Na, szóval ide valami kiállót, ahonnan le tudom lövöldözni nagy fejűeket, ők viszont nem tudnak ide jönni. Hát itt sehol senki jelen pillanatban. Csend és hullaszag vagy. Azt vettem észre egyébként, hogy időnként, aha, ezt nem fogom tudni ezt manolinnal csak kiszedni. Időnként visszaáll, békésű módra, hogy ez mitől függ, ezt nem tudom egyébként. Ez is manulink kell, nem hoztam most manulis tudszot egyébként. Ez a nederrak az nem árt, ha van nálam. Meg akkor meg kellene keresni azt a helyet, ahol le tudom adni a questet. A Learning Skyblock. És itt van HV2H. 16 méterre vagyok távolabb. De merre vajon? Meg milyen magasságba kell lennünk? Most még messzebb vagyok. Ne szívesedtek, hogy ide a falba kell szásnom valami lyukat. Pedig erre kell menni, és a magasság. Ez úgy csak azt mondja, hogy koordinátákat kijelzi ott 134, 188, nekem meg 149, 60, 185-ön kellene lenne. 149, 60, 185. Azt mondja, 149, 60, 185. Erre kell menni. 149. Az itt lesz, 60-as magasság, itt kell 60-as magasságba lennünk. Oké. Okay. Jaj, vannak itt egy könyvtagot, csak írtózott, mert szerencsém volt, fiúk. Most viszont én. Elkezdem növöldözni, vagy le tudom adni gyorsan a questet. A Claim Reward. Fú, quest leadva. És ez volt itt csak a cél. Most mindenki ütne vágni, ezt szerintem agyon, ha tehetné. Hogy húzzuk a csükot. Glowstone-ból annyi van, mint a személy. Tehát itt nincs, nincs manulincuc nálunk. Húzzuk a csükot. Hogy itt még mindig nem falasztam be, mert nem volt a lehetőség a másik oldalnak a befalazására. Ki tudok, hogy legalább jobban betalazonosítom majd, ha esetleg mégis járnék erre. Nagyon senki nem szereti egyébként a nedert.
teljesen azt hittem, hogy átváltott békés módra, közben meg nem. Jó. Questet leadtuk, igazából ezért jöttünk át. Menjünk haza. Srácok, szerintem még hosszúra is nyúlt. Aha, igen, erről beszéltem, hogy megint rossz helyre rakott. Na mindegy, szóval megoldom. Érdekes, hogy arra mutatja az otthont. Hát, de én voltam hülye egyébként, persze, hogy erre van. Tehát csak ott volt a kapu, és akkor oda kezdtem el építeni neki egy kis átjárót. De persze, hogy arra van. Na, hát most na. Van jetpackünk is ezerre. Így végül is könnyű lesz hazajutni, nem kell tartani. Na, miért nem rakod be? Na jó, igazából itt nem húzom az időtöket, felesleges felvétellel. Ezt a részt ezzel fejezzük be. Sziasztok, Amur voltam.